Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Ma este külső helyszínről jelentkezünk, a Belvárosi Üzletházban vagyunk, a Dék Csokoládéboltban. Beszélgető partnerem Kormos Ágnes üzletvezető lesz. Elsőként szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Jó estét kívánok, én is köszönöm szépen, hogy egyáltalán eljöttetek és fogadtátok a meghívásomat. Mi örömmel jöttünk, mert mi az a csapat vagyunk, akik nagyon szeretjük is a csokoládét. Ezt szívből, jó szívvel hallom, hogy legalább vannak csokoládé élvezők is. Én azt szeretném, hogyha arról beszélgetnénk majd egy kicsit később, igen, hogy vannak-e egyáltalán egészséges csokoládék, de szerintem kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy egyáltalán milyen ismereteink vannak, az emberek mióta fogyasztanak csokoládét? Az emberek nagyon régóta fogyasztanak csokoládét, már annak idején az asztékok is ismerték a kakaobabot magát, amit megpörköltek, törtek és vízzel felrázva fogyasztottak, és nagyon jó gyógyászati célokra is használták ezeket a termékeket. Azóta ugye az európai ember kicsit hozzátett még ezekhez a dolgokhoz, mindenféle ízesítésekkel, különböző eljárásokkal készített finomabb csokoládékat. Így hát ebből kifolyólag a mai kor emberének megfelelően olyan ízlésvilágot alakított ki, ahol az egészséges termékeket is már belevonta a csokoládéba. Tehát legyenek ezek töltőanyagok, minél magasabb kakaótartalomra készítenek, annál ízletesebb, annál finomabb lesz a csokoládé, és annál egészségesebb. Egészségmegőrző szerepe is volt a kakaobabnak, tulajdonképpen egy gyulladáscsökkentő, és hát afrodiziákumként is, ugye ezek nagyon-nagyon jó termékek. Élvezett cikként aztán a későbbiek folyamán, mert ugye akkor még nem tettek hozzá különösebben semmit, csak magát a kaserű kakaobabot fogyasztották. Így hát azért nem volt olyan ízletes, mint a mai kor emberének már, amit készítenek. Igazából nagyon-nagyon sokféle csokoládé van. Vannak tejcsokoládék, vannak étcsokoládék. Az étcsokoládékban is különböző kakaó szárazanyagtartalommal vannak a csokoládék. Ugye azt mondják, hogy attól kezdve egészséges, hogyha 70% minimum a kakaó szárazanyag tartalma. Akkor már keserűbb a csokoládé, akkor már nem annyira finom. Így van, viszont nagyon-nagyon jók a hozzáadott dolgok, tehát ezek például akár olajos magvak lehetnek, akár gyümölcsök, aszalványok, amiket bevonnak csokoládéval, akár csinálják a pörkölt kávészemet is csokoládéval, ami nagyon-nagyon finom, és hát itt végül is ugye egy élénkítő hatást ad mindkettő, ugyanis a csokoládéról kiderült, hogy nagyon sok jó tulajdonsága van. Tulajdonképpen a legfontosabb az agyműködésre, jó hatással van, és a magas vérnyomásra, a szív- és érrendszeri problémás embereknek is javasolják, és igazából ezeket a termékeket kis mennyiségbe fogyasztva mondhatjuk, hogy egészségesek. Na igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy igen, egészségesek erre arra jól hatnak, de közben meg meghízunk, tehát hogy lehet-e tudni azt, hogy a minőségtől függően mennyi az a csokoládé mennyiség, ami elfogyasztható? Természetesen, tehát mindig mértékkel kell a csokoládét fogyasztani. Én azt gondolom, hogy egy 100 g-os táblából ne fogyasszunk el egyszer egy egész táblát, hanem csak törjünk le belőle darabokat. És hogyha az ember egy étkezés előtt fogyaszt étcsokoládét, akkor kevésbé lesz éhes, mert valamilyen szinten az agyba olyan hormonokat állít elő a csokoládé, ami azt jelzi már, hogy tulajdonképpen már mi jól vagyunk lakva. Tehát, hogy mondhatjuk ezt is, hogy egy tehetségérzetet is hozhat a csoki, és a benne levő egészséges anyagok viszont tényleg jótékony hatásúak. Van egyébként minőségi különbség abban, hogyha kézműves csokoládét fogyasztunk, vagy pedig egy üzletben veszünk csokoládét? Igazából a kézműves csokoládékat általában belga csokoládékból készítik a készítők, ahol ő saját ötleteik szerint tesznek bele különböző tölteteket. Lehet nagyon finom ízesítéseket csinálni, tehát bombonokat készíthetnek, vagy táblás csokoládét. Párosítják a csilivel például, ami megint csak egy egészséges dolog. Ez az egyik kedvencem nekem, a csilis, és az étcsoki van csak így és kizárólag. Igen, ez így nagyon jól össze van párosítva.
És igazából, amit, hogyha úgy mondjuk, hogy itt is az a lényeg benne, hogy minél magasabb legyen a kakaó szárazanyag tartalma. Ez nagyon fontos. Ne legyenek benne különböző ízfokozók, nagyon sok cukrot ne tartalmazzon, és így már sokkal egészségesebb egy csokoládé. Azt kijelenthetjük, hogy akkor eleve azért csokoládé egészségesebb, mint a tejcsokoládé? Így van. Általában a tejcsokoládékat, hogyha jó minőségű, 40-45% kakaótartalommal készítik, a gyengébb minőségűek ezek ilyen 28-30-32%-osak, sajnos azokban nagyon kevés a kakaótartalom, nagyon sok az ízfokozó benne, és cukortartalma nagyon magas neki. És igazából itt térhetnénk ki arra, hogy vannak még nagyon egészséges csokoládék is, ahol ugye kevés cukrot használnak, tehát így tényleg az étcsokoládéba, vagy pedig olyan termékcsaládok, ahol teljesen el is hagyják a cukrot magát, mint a répacukrot, különböző édesítőszereket használnak. Én azt szeretném megkérdezni, hogy te mit gondolsz arról, hogyha egy fogyókúrát csokoládéval végeznek, mert én orvosként mindig azt mondom, hogy az rendben vagy, az ember fogyókúrázik, de akkor is figyelembe kell venni, hogy a szervezetnek kell a fehérje, a zsír és a szénhidrát is, csak más-más arányban és más-más mennyiségben. Te mit gondolsz, hogy a csokoládé valóban használható egy fogyókúrába, vagy van ilyen, hogy csokival fogyókúráznak, tehát hogy ez valóban működik? Szerintem működik, igen. Én hallottam olyat, aki csak csokoládét evett, és nagyon sokat fogyott. Úgyhogy végül is működik. Tehát benne van a fehérje anyagtartalom, benne vannak a szénhidrátok, csökkentetten ugyan, de azért megtalálhatók a csokoládéba. És erre vannak különböző olyan diétás csokoládék, mint a paleo diétát folytató embereknek készítettek már csokoládéfajtát. Ugyan még a paleolit korban nem volt csokoládé, de attól függetlenül próbálják azt a fajta tápanyagot megvonni a paleós csokoládékból, amit ők nem ettek, nem fogyasztottak. Tehát akkor mit tud paleó a paleó? Tehát igazából attól paleó a paleó, hogy a tejet teljes egészében kihagyták belőle, illetve a cukrot különböző édesítőszerekkel pótolják, így teljesen természetes, hogy ők már ezt fogyaszthatják. Tehát akkor ezt a csokoládéfajtát, a paleó csokit akármikor ehetjük, akkor is, ha fogyókúrázunk, akkor is, ha nem csak szeretnénk egy kicsikét bűnözni. Igen. Tehát igen, akkor ez... nem fog hízlalni, de a pozitív hatásait, hogy endorfinokat igen, szabadítva javítja a közérzetet, tehát akkor ez... Igen, ez mindenő. A te üzletedben csodálatos csokoládék vannak csodálatos csomagolásban. Engem az is érdekelne, hogy hogyan válogatod össze a termékeket. Próbálok olyan csokoládékat választani mindenképpen, amit általában más üzletekben nem kapnak meg az emberek. Mindenképpen törekszem arra, hogy a csomagolások egyediek legyenek. Én készítek olyan kis díszes üvegcséket, amiben különböző frazsékat teszek, így teljesen egyedivé válik. Tudom szintén úgy megcsinálni, hogyha valaki bejön hozzám és szeretne bizonyos embernek, valamelyik szeretnének vásárolni olyan csokoládét, amit ő szeret, akkor annak megfelelően állítjuk össze. Tehát lehet egy teljesen egyedi csomagolással, egyedi kiválasztással a termékekből belehelyezni. Mi a tapasztalatod, hogy mennyire van erre igény a mai világban, hogy csokoládét vigyünk ajándékba a másiknak? Hát én úgy érzem, hogy van igény rá, igen. Ezt mindenképpen az emberek szeretik úgy kiválasztani a szeretteiknek, hogy számukra a legtökéletesebb legyen a csokoládé, tehát ez mind ízlésükre bízva, illetve hát azért a jó minőséget, amit szívesen megvesznek nálam az üzletben. Van-e különbség abban, hogy kik vesznek csokoládét, mert ugye a filmekben mindig azt látjuk, hogy a nők szokták magukat vigasztalni egy szerelmi bánat után, de a férfiak vajon mennyire szeretik a csokoládét? Van-e ilyen tapasztalatotok, hogy sok férfi jár vásárolni mondjuk saját magának? Igen, szeretik a férfiak a csokoládét, nekem ez a tapasztalatom. Inkább a hölgyek szoktak kedveskedni legfőképp a férfiaknak, és ők amiket nagyon szeretnek, azt megfigyeltem a férfiaknál, szeretik, hogyha egy kicsit alkoholos csokoládék, tejcsokoládé, tehát nagyon-nagyon szeretik az olyan csokoládékat, ami például bizonyos olajos magvakat tartalmaz, vagy aszalványokat. Ezeket nagyon jó szívvel viszik a hölgyek, illetve szoktak férfiak úgy bejönni, hogy hát, hogy ő most nagyon szeretne valami finomat. Ami az ő lelkét is megvigasztalja, azt lehet tudni? Akkor,
hogy a férfiak melyik csokit szeretik jobban, az étcsokit vagy a tejcsokit? Inkább a tejcsokit, azt vettem észre, de azt is észrevettem már, hogy a mai korban a szülők megpróbálják a gyerekeket már olyan egészséges csokoládékra szoktatni, hogy inkább az étcsokoládét vásárolják, és úgy kezdik el szoktatni a gyerekeket az étcsokihoz. És régen mindig az volt a tapasztalatom, hogy a gyerekek a tejcsokit szeretik, ahogy a férfiak is, de most már egyre jobban azt látom, hogy a mai kor embere inkább rátért arra, hogy az egészségesebb csokoládé fele megy, és az az étcsokoládé. Mielőtt befejezzük a mai beszélgetést, azért azt szeretném, hogyha elmondanád, hogy neked melyik a kedvenc márkáid itt és miért. Nagyon szeretem a szerencsi termékeket, és azokból legfőképpen a drazsékat, ami a mandulás a kedvencem, abból van tejcsokoládé, étcsokoládé is. Tehát ezek ugye, akkor magvak, amik ezek be vannak, a magvak, amik be vannak drazsírozva, igen, ezeket nagyon szeretjük. Ezen kívül általában hozzám nagyon sokan a kézzel készült konyakos medgyér jönnek, és azt nagyon-nagyon szeretik az emberek. Ezek a régi ízek szerint készülnek, és kézi készítések hagyományosan, és nagyon-nagyon finom, magas kakaótartalmú csokoládéból készülnek. Te nagyon szépen köszönöm neked ezeket a hasznos információkat, és azt kívánom, hogy minél többen látogassanak meg és vásároljanak, nézőinknek pedig azt, hogy használják a ma hallott információkat, és nyugodtan fogyasszanak csokoládét, csak törekedjenek arra, hogy az egészséges, magas minőségű legyen. Tehát fontos, hogy minél több legyen benne a kakaó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, neked pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a beszélgetést, és további szép estét kívánok. További szép estét kívánunk Önöknek is, viszontlátásra!